én nemrég diplomáztam. Egyébként így utólag azt tudom mondani, hogy én nem voltam jó egyetemista, és ezért az oktatási rendszert hibáztatom. Tehát, szerintem középiskola után az egyetem túléles váltás. Tehát, ugye a gimnázium a szabályokról szól, hogy nem tudom, ne hintázz a székkel, ne egyél órán, nem lehetett inni órán. Miért? Én is megtisztellek azzal, hogy nem iszom. Hát így áll. Hát... Én leszarom. Tehát mióta udvariatlan egymás előtt inni, nem? Hogy milyen szar lehet a haverjainak, hogy péntek este felhívják, hogy megiszunk valamit? Paraszt. Az életben is egymás előtt iszunk, nem elbújva a spájzban. Jó, valaki igen, de ő se udvariasságból. És annyi szabály van középiskolában, nem, hogy mindig legyél ott időben, álljál fel, amikor bejön a tanár, köszönjetek hangosan egyszerre, és cserébe még szivatnak is a tanárok. Tehát kedvenc tanártípusom az volt, aki amikor így kicsöngettek és elkezdtél pakolni, akkor odajött, hogy a csengő az nem neked szól, hanem nekem. Aha, hogy... Akkor miért van így a falon, hogy mindenki hallja? Hogy miért nem az, hogy neked szólnak a füledre, hogy Marika, vége van, gyere ki! Gyerekeknek el nem mondd, és csak neked szól. És hát ezzel szemben meg egyetemen nincsenek szabályok. Ott azt csinálsz órán, amit akarsz. Sőt, egy csomó órára nem is kötelező bejárni. Ez gimnazista fejjel feldolgozhatatlan. Amikor fél éven én elmondják, hogy tantárból 2 ZH lesz, a könyv online elérhető, és az órák nem kötelező bejárni. Hát nem kötelező bejárni, mégis felnőttek vagytok, el tudjátok dönteni. Elbizony. Milyen jó meglátás. Én elég hamar meghoztam ezt a döntést. Nem sokat gondolkoztam rajta. És az, hogy lediplomáz, az, hogy rengeteg mindent kell csinálnod. Nekem volt szakmai gyakorlatom, úgyhogy 3 hónapon keresztül könyveltem. Igen. Azt figyeltem meg, hogy könyvelőként kapsz állást, akkor az emberek nem gratulálnak hozzá. Tehát... Vannak ilyen szakmák, amire megdicsérnek, hogy orvos vagyok. Az igen. Ügyvéd vagyok. Nagyon szép. Könyvelek. Miért? És nem volt olyan rossz, én egy dolgot nem értettem, hogy miért volt szükség arra, hogy tudjam, hogy mennyi a bruttó fizetésem. Hogy miért volt szükség arra, hogy tudjam, hogy mennyit is kaphattam volna, de nem. Tehát... Ez önt a barátnőt kérdezi, hogy szívem, hova megyünk nyaralni? Bruttó Párizs, azt levizett Kecskemétre. Tehát... Semmi értelme. És hát én multinál dolgoztam, hogy alapból voltak ilyen furcsa dolgok. Voltak például álló megbeszéléseink, hogy állva beszéltünk meg, majd ülni, hogy kényelmes, könnyen hosszúra nyúlik a megbeszélés, ezért a hatékonyság növelése érdekében álltunk. De... Szerintem sokkal hatékonyabb lett volna, hogyha mondjuk plankingelünk. Könyököltünk volna egy tárgyalóban, úgy kurva hamar végre egy megbeszéléstek, tehát estek a részfiak Bélát kirúgták, nem lesz bónusz? Oh. Szívjunk el egy cigit, mert ez durva volt. És hát kellett még szakdolgozatot is írnom, az meg kellett keresnem egy konzulenst. Én ugyanúgy választottam konzulenst, mint ahogy barátnőt, hogy aki elvállal. Tudom, hogy sok plusz nem viszek a csapatba. És hát találtam is egyet. Kiderült, hogy ő a pénzügy tanszék vezetője. Kiderült, hogy nincs sok közös témám a pénzügy tanszék vezetőjével. Tehát magyarázta neki ez a bruttó nettó, ez hülyeség, nem? És mondta, hogy hát igazából elég fontos, mert ez az alapját a munkavállalás, a munkáltató által fizet az otthon és járójuknak. Aha. Kecskeméttel viccesebb. És hát ennek ellenére ideadták a diplomát, sőt most mesterszakra járok egyébként, de úgy vagyok, hogy a PHD-zni is fogok. Tehát kíváncsi vagyok, hogy meddig hagyják, hogy elmenjek.
tulajdonképpen.